A horgászoknak a kormány engedett is, meg nem is, adott is, meg nem is. A magyar közlönyben megjelent kormányzati rendelet részletes leírása alapján éjszaka csak az horgászhat, aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A Mi Hazánk mozgalom többször kérte, és kéri most is, hogy az érvényes állami jegy, területi engedély, az hivatalos igazolásként szolgáljon a kijárási tilalom idejére is, hiszen a jelenlegi szabályozás arról szól, hogy a horgász a parton éjfélig ott lehet, majd ha nincs neki védettségi igazolványa, akkor hajnal 5-ig el kell, hogy hagyja a partot, majd utána visszamehet. Kérdem én ennek a rendeletnek, mi az értelme? Teljesen életszerűtlen és sértően megkülönbözteti a horgászt a másik horgásztól. A Mi Hazánk mozgalom arra kéri a kormányt és a Magyarországos Horgászszövetséget, hogy kompenzálja a horgászokat az elvett horgászidőtől, hiszen önhibájukon kívül nem tehették meg azt, hogy a teljes időben horgászhassanak, miközben teljes jegyárat fizettek ki egész évre. Itt meg kell említenem azt is, hogy a MOHOZ több milliárd forintot szed ki a horgászok zsebéből évente, ezért elvárható a valódi érdekérvényesítés. Például régebben a Tisza magyarországi szakaszain pár tízezer forintért lehetett horgászni, és éves szinten mostanra ez már összességében 100 000 forint fölé emelkedett. A gáthasználati engedélyeket is előnytelenül módosították. A korábbi gyakorlattal ellentétben nem személyre, hanem a közlekedő járművekre adják ki a hozzájárulást. Ha egy pecásnak van egy motorja is, egy autója is, akkor az eddigi egy helyet most 2 hozzájárulást kell váltania, megfizetnie. Ebben semmi logika nincs, esetleg csak valamilyen érdek. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt kéri a Magyarországos Horgászszövetségtől, hogy horgászbarát képviselettel álljon a horgászok elé, és ne pénzbehajtóként viselkedjen. Továbbá dolgozzon annak a lehetőségén, hogy hogyan kompenzálja a horgászokat a 2022-es évben, ezért a kiesett horgászati időkért. A Mi Hazánk mozgalomnak erre is van javaslata, mégpedig, hogy 2022-ben az állami vízterületekre szóló területi engedélyek ára csökkenjen 50%-kal. Ez a minimum, amit meg lehet tenni a magyar adófizető horgászokért, akik a tavalyi évben és az idei esztendőben is korlátozva voltak és vannak a hobbiuk gyakorlásában.